Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Ez továbbra is a Gyújtópont, itt a Hit Radio-ban köszöntöm a kedves hallgatókat, Király Tamás vagyunk, vendégünk pedig Mirkóczky Ádám, Eger polgármestere, itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Ha most vasárnap lennének a választások, akkor melyik pártra szavazna? Nem tudom. Szerintem program alapján szavaznék. Ugye azért kérdezem mindezt, mert az elmúlt napokban jelentette be, hogy kilép a Jobbikból, abból a Jobbikból, amelynek talán egy évvel, másfél évvel ezelőtt még a szóvivője volt. Mi az oka ennek a döntésnek? Lényegében a megváltozott státuszom. Sokan sokfélét szeretnének belelátni, de nem tudok másról beszámolni most sem, mint ahogy azt korábban megtettem. Én azt gondolom, hogy egy városvezetőnek amennyire csak lehet a pártpolitikát háttérbe kell szorítania. Az elmúlt 7, lassan 8 hónapban, ugye tavaly október óta, amióta polgármesterré választottak, ezt még hatványozottabban érzem, tehát borzasztó káros tud lenni nem csak egy város élén, hanem magában a városi közgyűlésben is az a folyamat, meg az a döntési mechanizmus logika, amikor pártpolitikai érdekek diktálnak, akár kisebb, nagyobb, súlyosabb döntések esetében, akár személyi kérdéseknél. Teljesen alaptalanul és indokolatlanul én is számtalan esetben megkaptam különböző döntéseknél, pedig semmi köze nem volt a döntéseimnek a Jobbikhoz, és én azt gondoltam, hogy amit másoktól megkövetelek vagy elvárok, tehát jelenállás szerint a saját közgyűlési többségem tagjaitól, azt akkor várhatom el korrekt módon, hogyha saját magamra nézve ezt kötelezőnek tartom, és lényegében ennél markánsabban, vagy ennél súlyosabban sem optikailag, sem tartalmilag nem is tudtam volna demonstrálni azt, hogy én befejeztem a pártpolitikát, mint hogy az utolsó lépcsőfokot is megugrom, ami a Jobbikból való kilépést jelenti. Azért mondom, hogy az utolsó lépcsőfokot, hiszen 2019. januárjától már semmilyen politikai tisztet nem viseltem a Jobbikban, tehát lemondtam a szóvivőségről, majd kommunikációs igazgatói posztról, lemondtam a választókerületi elnökségről, tehát igazából már csak a parlamenti munkában, azon belül is ugye csak a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként vettem részt a frakció napi munkájában, de már párt tevékenységeket nem végeztem, ugyanakkor nagyon tudatosan készültem az egri városvezetésre, és én azt gondolom, hogy az elmúlt 7-8 hónap arról győzött meg, hogy ezt minél gyorsabban megteszem, annál jobb Egernek is, meg azt gondolom, hogy nekem is. De nem jelent ez önfeladást? Ön azért mégiscsak évtizedekig egy politikai közösségnek a tagja volt, és a politikai közösségekhez általában azért szoktak tartozni az emberek, mert ott jól érzik magukat. Most ön kilépett, nem érzi rosszul magát? Hát én azt tudom erre mondani, hogy akik eddig a barátaim voltak, azok most is a barátaim. Tehát a Jobbik, és azok mert kiléptek a Jobbikból, vagy még ott vannak? Vegyes, az a helyzet, hogy teljesen vegyes. Tehát most nem a mi hazánkról beszélek értelemszerűen, mert ott nehezen tudnék barátot felsorolni. Volt kollégát, igen, de barátot nem. Viszont az elmúlt időszakban ugye a Jobbik belső konfliktusai során akik távoztak. Tehát én abban a szörnyű helyzetben voltam, hogy én mind a két féllel, nem tudom igazából, hogy mik voltak a konfliktusok legmélyebb forrása, és mikből lehettek. Ugye én nem vettem részt a tisztújításban sem delegáltként, sem vendégként, pláne nem az azt megelőző belső kampányban. Vélelmezem, ott nagyon sok sérelem született pro és kontra. Én mind a két féllel vagy akárhány féllel jó viszonyban vagyok mind a mai napig, ebben én nem szeretnék állást foglalni. Akikkel eddig jóban voltam, most is jóban vagyok, akik eddig a barátaim voltak, azok most is ugyanúgy a barátaim. Úgyhogy ilyen értelemben nem tagadtam meg senkit és semmit, legalábbis én így érzem. Én azt gondolom, hogy a városvezetői státuszom és
53 ezer egri érdekel, sokkal magasabb annál, mint hogy most rám kiabálják-e, hogy megtagadtam korábbi politikai közösségemet. Én nem tagadom le az elmúlt 10 évet, én nagyon sokat köszönhetek a Jobbiknak, bízom benne, hogy ők is köszönhettek azért az én munkámnak. Szerintem pro és kontra sokat adtunk egymásnak. Én büszke vagyok az elmúlt 10 évre minden hibájával, mert minden hiba kellett ahhoz, hogy a politikai kultúrán mondjuk fejlődjön, vagy az emberi elleme fejlődjön. Ehhez kellenek a hibák, amik csak akkor érnek valamit, hogyha azt követi bármilyen belátás, vagy abból kifolyólag a tapasztalat a később hasonló esetekben jobb irányba viszi a dolgokat. Én ezekből próbáltam mindig is meríteni, most is nem jelenti azt, hogy megtagadnám az elmúlt 10 évet, de hogy most merre megy a párt, és most mi lesz a sorsa, és a jövője arról nekem már legalább másfél éve beleszólásom, meg érdemi munkám nincs. Én azt gondolom, hogy leszámítva a politikai kommunikációt, meg a híreket, nagy törést ilyen szempontból nem okoztam a pártnak, hiszen nem vettem már részt 2019. januárjától szinte semmilyen szinten a párt életében. Na még egy utolsó ilyen országos szakpolitikai kérdés, aztán rátérünk Egerre, de ugye ön volt a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, ha jól emlékszem, elnöke. Így van. Ugye most itt Varga Dam Andrea kapcsán, aki szintén jobbikos képviselő volt, a lehallgatási törvény kapcsán ugye kialakult egy ilyen jobbikon belüli szakmainak tűnő, de inkább politikai vita. Önnek a lehallgatási törvénnyel kapcsolatban például van álláspontja? Ön is megszavazta volna? Bevallom őszintén, én annyit tudok, tehát magát a jogszabályt és a törvénytervezetet részleteiben nem olvastam. Amit a újságcikkekből és az itt-ott megjelenő, mondjuk úgy, hogy nem tudom mennyire mély vagy alapos információkból láttam, maga a lehallgatási része szerintem szakmai alapon akár támogatható is. Azért vagyok óvatos, hogy akár, mert én még egyszer mondom, csak az újságban megjelentekről tudok beszélni. Tudom azt, hogy ez egy salátatörvény volt, a többi részét pláne nem tudom megítélni. Én a nemzetbiztonsági kérdéseket tényleg a legszigorúbban szakmai alapon közelítettem meg. Elég sok részsikert is el tudtam benne érni, tehát például az, hogy a titkosított applikációk a mai napig titkosítottak Magyarországon. Abban mondjuk úgy, hogy nem kevés munkám volt, hosszú heteken, hónapokon keresztül, sok-sok belügyminisztériumi tárgyalást követően, de a BM-mel én mindig jól tudtam működni nemzetbiztonsági kérdéseknél, mert én azt gondolom, hogy az ország minden tagjának érdeke, hogy ott egy nagyon exakt szabályozás keretein belül működjenek a dolgok. Hát mi az a titkos applikáció? Belemenni, hogyha magát a törvénytervezetet végigolvasnám. De erről még nem volt időm. Bocsánat, de mi az a titkos applikáció? Én erről megmondom őszintén, még nem is hallottam. Titkosított kommunikációra alkalmas applikáció, tehát most nem szeretnék reklámot csinálni, de számos olyan, mondok néhány egyszerű példát, tehát mondjuk a Signal, a Telegram, azok tipikusan ilyenek, hogy alkalmasak arra, hogy kívülről ne lehessen a kommunikáció tartalmát illetéktelen személyeknek látni, hallani, olvasni. Így már értem. Eger, azt lehet olvasni bizonyos sajtóorgánumokban, hogy baj van, és hogy az önök városvezető frakciója igencsak vitatkozik egymással. Volt, aki már az előrehozott választásokat is meglebegtette. Tényleg baj van? Hát volt ilyen sajtóhírek valóban, ahol a legszélsőségesebb forgatókönyvet már vizionálták. Jelenállás szerint, hogyha nagyon diplomatikus akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy jelenleg a frakció többsége és a közgyűlési többségünk adott. E pillanatban is erről tudok beszámolni. Vannak belső, nagyon vitának nem mondanám, inkább azt mondanám, hogy szakmai viták, kompetenciák tekintetében. Ezeket szerintem egy-két napon belül rendezzük exakt és kompromisszumos módon. Ezeknek a viteknek az az oka, hogy sokan sok helyről jöttek a frakcióba? Nem feltétlenül. Nem mondom, hogy minden esetben szerencsés, amikor ennyire heterogén közösség áll össze, bár ez előny is tud lenni.
Az kétségtelen, hogy különböző pártoknak különböző ambíciói vannak, akár helyben, akár országosan is. Én pedig ezeknek a város rovására nem szeretnék teret adni. Tehát én ezt számtalan esetben elmondtam, külső és belső fórumokon is. Sokan értik, akik még nem, de én azt gondolom, hogy mindenkit meg tudok erről győzni, hogy ez miért fontos. Tehát bőven elég nekünk a napi, heti, havi kihívásokkal megküzdeni a város érdekében, és ezeket nem segíti elő, hogyha a pártpolitikai viták tarkítják még ezeket a egyébként sem kis feladatokat és kihívásokat. De én azt gondolom, hogy feloldhatatlan probléma nincs. Szerintem vannak félreértések, vannak információhiányok. Hát ezeket most szépen dolgozzuk ki pontról pontra, hogy a jövőben ezek ne legyenek. Jelenállás szerint én nem tudom elképzelni az előrehozott választásokat. Mennyire kompromisszumos ez a helyzet, és mennyire kell mondjuk önnek visszavennie az elképzeléseiből? Ugye erre szokták mondani, hogy a polgármester bénakacsává válik a saját városában. Ez mennyire igaz az önök helyzetére most? Egyelőre nem igaz. Én azt gondolom, hogy azért a programot, amit írtam az októberi választási kampányban, vagy azt megelőzően, azt mindenki elfogadta. Maga az, hogy milyen víziót képzelünk el Egerről, és hogy milyen Egert képzelünk el a 21. század hajnalán, abban nincs vita. Az meg egy teljesen természetes folyamat, hogy amikor különböző státuszokba különböző embereket szeretnénk, hát ott mindig vannak pro és kontra javaslatok, azokban van vita, egy-egy gyorsan és tényleg proaktív módon meghozott döntésnél mindig van vita, hogy most melyik a jó, olyankor mindig próbálja az egyik meggyőzni a másikat és fordítva. Ezek természetes folyamatok, itt a kérdés az, hogy ezeket mennyire tartjuk, ezeket a vitákat, amiket még feltétlenül konfliktusnak sem lehetne nevezni, mennyire tartjuk házon belül vagy frakción belül, és mennyire válik mondjuk a sajtó, nem tudom, nyilvánossága elé. Szerintem ezeket fogjuk tudni kezelni. Mielőtt megválasztották polgármesternek, és nyilván volt valami fajta elképzelése arról, hogy milyen lesz polgármesternek lenni, az bejött? Ilyennek képzelte? Mert csak azért is kérdezem, mert ugye például személyügyi változtatásokat a polgármester tekintetében rögtön az elején kellett eszközölnie. Én azt gondolom, hogy ez az egész, mondjuk úgy, hogy járványügyi helyzetből fakadó gazdasági válság, ez egy teljesen új helyzetet teremtett. Hogy én mit gondoltam előzetesen a polgármesterségről, és aztán mit kaptam, nyilván nem voltak illúzióim, tehát tudtam, hogy ez egy egészen más műfaj, mint a parlamenti képviselőség. Tudtam, hogy a politikai ellenfeleim nem fognak kímélni, és azzal is tisztában voltam, hogy a kezdeti időszakban a kormány nem feltétlenül lett partnere egy ellenzéki vezetésű városnak. Ezekben a helyzetekben lényegében nagy meglepetés nem ért. Én azt mondom, hogy nyilván, ha 48 órából állna egyetlen nap most 24 helyett, az is kevés lenne. Hát ilyen szempontból azért egy picit több szabad időre talán számítottam, de senki nem kényszerít. Jobban leköti a polgármesteri munka, mint az országgyűlési képviselőség? Sokkal jobban, természetesen sokkal jobban. Hát én azt gondolom, hogy ha valaki felelősséggel próbálja végezni a polgármesteri feladatait, akkor lényegében nincs munkaidő. Tehát akkor ez egy 0-24-es kis túlzással, 0-24-es munka. Én szeretném ezt felelősséggel ellátni. Sokkal nehezebb nyilván, és hát itt ugye nem ellenzéki képviselő vagyok, aki azt mond, amit akar, hanem azért minden döntés mögött kell, hogy legyen felelősségteljes gondolkodás, tehát persze, hogy nehezebb. Nyilván nehezebb, de én azt mondom, hogy eddig, főleg a kialakult helyzetben, szerintem jól vizsgáltunk. Azt írják bizonyos sajtóorgánumok, hogy a városnak a karbantartása azért erőteljesen akadozik, meg hogy a sportegyesületektől megvonták a támogatásokat, és hogy érezhetően rosszabb most az élet, mint az előző kormánypárti polgármester idejében. Erre mit reagál? Hát az előzőekről bevallom őszintén, én kíváncsian várom, hogy miket olvasott, mert én ilyenekkel nem találkoztam. A sporttámogatások között, hát főleg a vízilabda miatt volt egy nagy vita. Tehát az, hogy
Ami vita nem is igazából köztem volt, hanem lényegében az, hogy egy nagy múltú 110 éves klub egyik pillanatról a másikra becsődöl úgy, hogy még az önkormányzat sem tud róla, az azért meglehetősen furcsa. Az önkormányzatnak sem tulajdon része nincs az Egri Vízilabda Kft-ben, sem szavazati joga, sem döntéshozatalba nem tud beleszólni, nem is akarna természetesen, és hát a dokumentációit meg a pénzmozgásait sem látjuk. Tehát ebben az Egri önkormányzat felelőssége nulla, azaz nulla. Ennek ellenére nyilván a helyi Fidesz egy országos botrányt próbált generálni ebből. Részben, ha úgy veszük, hogy ez sok helyen kérdésként fölmerül, akkor sikerül is, de én azt gondolom, hogy aki Egri, meg a visszacsatolás is ezt mutatja, abszolút nem minket vagy engem hibáztatnak ebben. Hát miközben van nekem ahhoz, hogy egy akár sportklubra szánt, vagy sportklubot működtető KFT becsődöl, főleg úgy, hogyha én abban egy doboz gyufáról sem döntöttem. Nem is szeretnék dönteni sportkluboknak a belső életéről vagy gazdasági megoldásairól, de ugyanakkor természetesen a támogatást mindenki megkapja, tehát ez sem igaz. Sajnálom azokat a sportolókat, akik saját vezetőik miatt kerülnek kellemetlen helyzetbe, hát az Egri vízilabda az tipikusan ilyen. Lényegében szétszé lett a csapat, hiába kapnak önkormányzati támogatást, hiába kapták meg szinte ugyanazt, amit az előző években. Nem tudom, hogy ez mire lesz elég a következő szezonban. Lényegében minden sportklub minimális csorbítással megkapta ugyanazt, amit az elmúlt években. Tehát, hogy mennyire nem igaz az, hogy a sporttámogatásokat visszavettük, az előző évben 144 millió forint volt a teljes sport támogatása Egerben. Idén ez még a csorbítások után is több mint 200 millió. Tehát lényegében a számokkal tudom száfolni. És végezetül egy utolsó kérdés, hogy ugye említette, hogy a ciklus kezdetén lehetett látni, hogy azért a kormány nem feltétlenül lesz partnere az Egri önkormányzatnak. Ez mennyire változott, és mondjuk milyen a viszonya a helyi ellenzéki, az ottani ellenzéki, tehát fideszes képviselőkkel, és egyáltalán mondjuk a kormánnyal van-e bármilyen párbeszéde? Hát én azt tudom mondani, hogy nagyon vegyes. Tehát a helyi Fidesz-szel nagyon nehéz, mert amíg az ő vezetőjük lényegében abban érdekelt, hogy minél rosszabb, annál jobb nekik elve alapján bukjon a város és csődöljön a város, addig együttműködésről vagy közös gondolkodásról nagyon nehéz bármit is kezdeni. Ami a kormányzati szintet illeti, ott én nem panaszkodom, eddig akár melyik államtitkárral vagy minisztériummal kellett bármilyen együttműködést eszközölni, hát ha nem is mindig úgy, és nem is mindig annyira tökéletesen, ami a város szempontjából a tökéletes megoldás lett volna, de eddig én partnerséget tapasztaltam. Államtitkári szinten mindenképpen, úgyhogy én ilyen szempontból optimista vagyok a jövőre nézve, és azáltal, hogy én nem pártpolitizálom, vélelmezem, ez a kapcsolat rosszabb nem lesz, esetleg jobb. Mirkóczki Ádám, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.